apu, most akkor te most elmész, és majd keresel egy másik anyukát? És azt kérdezi a Tibor, azt mondja, miért? Szeretnéd? Jó lenne? Azt mondja, hát úgy gondolom, nagyon hihetetlen okos volt már 5 évesen. Olvasott, írt már iskola előtt. És mondta, hogy igen, az jó lenne. És azt mondja, és milyen legyen az anyuka? Milyen legyen? Azt mondja, 2 dolog fontos, 5 éves. Hogy szeressen minket, és sose hajom meg. Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően ki mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, az életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! A heti podcast vendége Ungár Anikó. Jóval vagy a rosszal kezdjem? A szomorúval vagy a vidámmal? Választhatsz. Nagyon hat rám a szomorú, úgyhogy beszélhetünk róla. Az izraeli háború. Igen. Gondoltad? Hát. Főleg azért, mert mi más? Éltél ott. Igen. Hogy ez hogy megy át rajtad? Hát nagyon a bőrömön érzem. Egyrészt azért, mert ismerem az országot, és hát az anyai oldal család az kint él, rengeteg fiatallal, és katonaságnál is van egy 19 és egy 21 éves tartalékos katonaként. Tehát nagyon nehezen beszélek róla. Azon kívül borzasztóan zavar a világnak a hozzáállása, ami csupa hazugságos dezinformáltságon alapszik, és rettenetesen félek attól, illetve hát az örök félelmem, hogy a nem jól informáltság, illetve nevezzük butaságnak és korlátoltságnak, az a legveszélyesebb dolog a világon. Tehát attól kell félni igazán, mert az olyanokat hint és olyannal hat az emberekre, amelyek azt gondolják, hogy ha egy képernyőről jön, vagy egy rádió podcastból, akkor azt hitelesnek vesszük. Tehát a fake newsoknak az elterjedése a számomra ijesztő. De te gondolnád, vagy hinnéd, hogy az ember ilyen aljas tud lenni, hogy az emberi mi voltából kifordul? Nézd, én első kézből érintett vagyok a holokauszt áldozati időszakból, és sajnos mindig vannak embercsoportok, akiknek a lételemük a gyűlölet. És a legnagyobb dolog, illetve a legrosszabbul élem meg azt, hogy tudom nagyon jól, hogy ez a szerencsétlen palesztin nép, mert ez nem egyenlő a Hamasszal. Tehát én magam jártam iskolába egy palesztin gyerekkel, és az Amirral, és pontosan tudom, hogy ők maguk megszenvedik ezt, és az, hogy ezek nem katonák, akik képviselnek egy népet, hanem ez egy terrorista alakulat, egy terrorista csoport, amelyek egyszerűen ez a lételemük, ezeket pénzelik, ezek ebből élnek, és nem restek a saját gyerekeiket, az embere, a saját embere, akikért egy földet, egy egész kialakult országot szeretnének annak fejében. Nagyon jól tudják, hogy ez egy abszurd álom. Ilyen nincs. Azon kívül, amikor azt mondtam, hogy csupa hazugság az, ami a világban van, az például, hogy ez a gázai övezet, hogy ez el van zárva. Hogyha nem lenne elzárva, akkor ilyen terrorista megnyilvánulások naponta lennének. Tehát az a sáv, az a biztonsági sáv, az a védelem sávja. És Izrael népének joga van megvédeni magukat, hiszen alattomos a támadási forma. Te miért éltél Izraelbe? Mi történt abban az életszakaszodban? Hát én 8 éves koromtól 13 éves koromig. Az sok, az igen. Hosszú. Hát az 56-os események gyakorlatilag vittek minket oda, illetve hát
már többször beszéltem róla, de ide illik az információ arról, hogy miért, hogy édesapám, amikor hazajött 4 év munkaszolgálatból, Tambovból, akkor a szombathelyi házat nyitva, tárva, kirabolva találta, és senki nem jött vissza. A két nővére, az unokatestvérei, szülei, nagyszülei, a rokonságjava, akik Szombathelyen éltek. Az apu egyedül maradt, és egyedül az anyu maradt meg neki, aki Ausztriából annak idején, 38-ban, még az Anschluss idején átjött Magyarországra, akkor még egy olyan időszakban, amikor még Magyarország még nem volt érintve a háborútól, és lényegében az idős szülei miatt jött ide, mert ők nem merték vállalni, viszont az a család, akik már 36-37-ben az Exodus égisze alatt gyakorlatilag mentek ki Izraelbe, akik benne voltak, ők építették fel az országot, úgyhogy gyakorlatilag az anyu családja, azok mind Izraelbe élnek, gyakorlatilag 36-37 óta, 1937 óta. És amikor az 56-os események itt voltak, akkor a család, akikkel folyamatosan leveleztünk, ahol a édesanyám édesanyja is ott élt, aki aztán később, mert ő idejött Magyarországra, de az izraeli család hívta őt, és ő ki is vándorolt. Hát ő osztrák állampolgár volt, tehát simán elhagyhatta annak idején Magyarországot, a kommunista országot, és hívtak minket, hogy mit keresünk még itt egyedül hárman Európában. És hogy érezted magad kint? Hát én nagyon jól, mert nekem, tudod, azt hiszem, hogy talán te is emlékszel, hogy gyakorlatilag a 7-8 éves korunk az, amikor már nem csak a magunk dolgait, hanem már kitekintünk a világra. Tehát érint minket, sokkal nagyobb hatással bír, sokkal nagyobb impresszió, nyitásunk van arra, hogy befogadjuk a világot. És úgyhogy mi kivándoroltunk 57-be, legálisan, itt hagytunk lakást, mindent. És hát én nagyon boldog voltam. Mondjuk volt egy érdekes helyzet, mert én szőke voltam, és hát kékszemű, szürkés, zöldes kékszemű. Elég feltűnő jelenség voltam. És nagyon érdekes, hogy mennyire védi magát Izrael, hogy amikor először beléptem az osztályba, májusban volt, és szeptemberben már beszéltem ivritül, illetve hát héberül, és a gyerekek mind kérdezték, hogy honnan vagyok, és mondtam, hogy hát Magyar. Azt mondja, akkor te biztos egy magyar goly vagy, mert hát nem úgy nézel ki, mint egy zsidó kislány. És akkor én kétségben voltam esve, és hazarohantam sírva, hogy hova hoztatok engem, mert én otthon nagyon jól éreztem magam a barátnőim között, és de hát aztán megéltem a váltásokat. Tehát nagyon érdekes, hogy bennük is megvan az a védelmi faktor. Veszélyes minden ilyen szélsőség. Tehát, na mindegy, és aztán megéltem a gyerekkorom legcsodálatosabb időszakát. Én mindig úgy, hogy Izrael nekem olyan, mint egy kis ékszerdoboz, amire az van ráírva, hogy Ungár Anikó gyerekkora. De jó, szép. Úgyhogy valahogy így. És hát ott voltak a rokonaim, az unokatestvéreim. Nagyon szomorú voltam hazajönni, annál is inkább, mert volt egy barátnőm, az Anat Ben Israel, aki a mai napig barátnőm, és levelezünk most, éppen tegnap beszéltünk Skype-on, és ő azt mondta, hogy szeretne velem beszélni, akkor megtudta, hogy mi visszajövünk Magyarországra, mert az apukámnak honvágya volt. És ezért jöttetek. És ezért jöttünk. Honvágya volt egy olyan országban, mely ország annak idején az akkori vezetés, az akkori politikai rezsim gyakorlatilag megölte a családját. Hát szerintem, ha ez a honvágy nem dolgozna bennünk, akkor nem 1 millióan hagyták volna el Magyarországot most, hanem biztosan a fele legalább 5 millió. Egészen biztos. Igen. Egészen. De ez a honvágy, ez egy kegyetlen érzés. Hát ez egy betegség. A szüleid generációja, meg még a nagyszülők is tényleg a vészkorszakot élték át, meg olyan szörnyű életük volt többek között. És mégis milyen szép hosszú életűek voltak. Nekünk ennél lényegesen egyszerűbb és könnyebb élet jutott. És mégis sokkal több a betegség, a pszichiátriák állítólag tele vannak, pszichológushoz jár mindenki, hogy ez a teher alatt nő a pálma, ez igaz lenne?
Nem tudom, erre nem tudok okosat válaszolni. De édesanyám se panaszkodott. Hát az én édesanyám 104 éves volt, mondjuk igen, tehát őt is megérintette az borzalom, a borzalmak borzalma, de ő szerencsére csak a 4 utolsó hónapban volt koncentrációs táborba. Az apukám, aki 4 évig volt munkaszolgálatos, neki tulajdonképpen érdekes, hogy rettenetes, nem is tudom, hogy ezt egyszer mondtam neked valaha, hogy ő sose beszélt a családjáról. Tehát azt a mély fájdalmat, amit ő megszenvedett, azt ő úgy elásta, hogy ő nem akarta azt újból és újból megélni. Tehát nagyon érdekes, hogy milyen önvédelmi mechanizmus dolgozik egy emberbe, és tehát amit én tudok az apukám családjáról, az ungár családról, az csak az, amit az anyu mesélt. Tehát az apu soha se fényképet nem láttam. Tehát az apu valami egész érdekes módon pont arra koncentrált, és szerintem ebbe benne van az elvesztés fájdalma, hogy arra tanított és arra ösztönzött engem, hogy valami különlegeset csináljak, hogy a túlélés, a valamihez való nagyon nagy tehetség, vagy a nyelvtudás, tehát ami az ő időszakában az ő védelme és a megmentése volt, az, hogy ő 8 nyelven blöffölt, és ugye a munkatáborban ő volt a tolmács, 3 nyelven beszélt a magyaron kívül még 2-t, a franciát és a németet, és elvállalt 8 nyelves tolmásra, mert hogy a túlélés faktora ez volt. Tehát ő mind ezeket adta át nekem, átadta nekem azt a tudást, amiből gyakorlatilag éltem, és azt csinálhattam, amiben úgy érezte, hogy tehetségem van, és én ezt könnyedén csináltam. Tehát tulajdonképpen ő megajándékozott engem egy boldogság lehetőségével, amivel én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus szülői adomány, meg mindaz, amivel ő engem tanított. Érzel a Gáborban, Baronics Gáborban, a fiatban nyomokat abban, hogy a nagyszüleinek milyen sorsa volt, tehát amiről beszélünk, hogy ez a holokauszt leszármazotta, és akár az, hogy az édesapját elvesztette? A Gábor egy rendkívül érzékeny, hihetetlen, szinte szeizmografikusan érzékeny ember, ami mondjuk a színészetben neki nagyon előnyös. Idézőjeles előnyös. De én azt gondolom, hogy igen. Tehát az, ahogy ő nagyon korán, azt gondolom, hogy úgy látta az életet, vagy a mindennapokat, vagy a velem, vagy a barátokkal szembeni kapcsolatai, azok mind-mind azt igazolják nekem, hogy neki nagy érték az emberi kapcsolat. Az, hogy ő nagyon komolyan veszi a barátságot, hogy ő komolyan veszi azt, hogy nem mondja azt, hogy mama majd holnap, vagy majd jövő héten meglátogatlak, hanem ha úgy gondolja, akkor ő váratlanul beállít, hogyha felhív, és azt mondja, hogy otthon vagy, hogy átöleljelek, akár csak 5 percre. Tehát, hogy ő benne kialakult egy értékelése a mának, a pillanatokra való rálátás és értékelés. És én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból ez jó. Én is ezt kaptam a szüleimtől, és ő nem azért kapta, mert én talán mondtam, vagy egyrészt látja, és másrészt ő a maga megélése az, ami ezt létrehozta benne szerintem. Ez olyan érdekes, amikor beszélgetünk, de lehet, hogy már mondtam neked, hogy van a komoly arcod, amikor komolyan gondolkodsz, és mondod, amit mondasz, és akkor pillanatokra van egy annyira kedves mosoly, ami egy másik Ungár Anikó. És talán egyszer mondtad, hogy ez a nagyon komoly, koncentrált arc, ez a bűvész arc, és akkor a mosoly az érzelem, aminek nem volt helye a szakmádban. Igen, nem tudom. Az is lehet, hogy ez csak így, amikor egy kamera van rajtam, vagy egy mikrofon előtt vagyok. Szerintem ez a fajta komoly arc, tehát nem tudom kivenni magamból azt, hogy amikor ott vagyok színpadon, az egy átlényegült állapot. Tehát pedig neked mindig mosolyognod kéne. Neked mindig mosolyognod kéne. Neked mindig. Igen. Egy olyan kedves, szívet melengető arcod. Igen, hát ugye, a bűvészetnek az előadás módja azért
nem lehet végig mosolyogva, hogyha végig gondolsz, mert ugye én tulajdonképpen egy kicsit csalok. Tehát, hogy én átvezetek, vagy megvezetek egy bizonyos helyzet. És amikor sikerül, akkor elmosolygom magam természetesen. De igen, én azt gondolom, hogy talán a kamera és a mikrofon az, ami engem fegyelmez, de hát gondolj bele, azért 60 évig vagyok és voltam színpadon. Tehát azért ez egy élet. Hát igen. Igen, tehát a zsigerekben nem hiányzik. Van. Most tudom, hogy most a színpad másik oldalán vagy sokat, igen. Mert jelmezeket és díszleteket tervezel színdarabokhoz, de azért ez a háttérben van. Tehát úgy ritkán jut majd eszébe az embernek, hogy a színdarab főszereplője, rendezője, igen, hogy ki volt a jelmez díszlettervező, nem ő van előtérben. Nem. Most háttérben vagy. Igen, de nem úgy vagyok háttérben. Látod, te is hívsz. Kíváncsi vagy, hogy mit mondok. Te már sose leszel háttérben. Nem leszek háttérben, nem is úgy érzem. Én azt gondolom, hogy ez egy egészséges ritmusa az időnek. Tehát az, hogy az ember nem düböröghet ugyanúgy 20-30 évesen, 70 éves korában. Tehát, hogy egyrészt én fejben mindig arra készültem, hogy mit fogok csinálni, ha már nem leszek színpadon. És 70 vagy? 74. 74. Elmúltam már, igen. Nem sokára. De 70. Jó, hogy mondod, igen? Mert nem szokták a nők, mert akkor azt mondom, lehet, tényleg. Tehát 74 él, jól van, szép, csinos, igen. Ápolt. Tehát nem az a néni, akiről gondolkodunk. Nem néni. 74 éves. Nem néni, az nekem nagyon messze van. Tehát én még engem nem érint ez a sugallat. De azért, mert azt gondolom, hogy ha vannak feladataid, ha még kíváncsiak rád, amikor még tudsz mondani, amikor még vannak ötleteid, és van kreativitásod, és akarod csinálni, és aktív vagy ettől, az tovább lendíti az embert. Tehát ritmusba tart a világgal, a ma élő valósággal. Tehát én sosem kívülről szemléltem a dolgokat, én szeretek benne lenni. Azon kívül azt gondolom, hogy igen, hogy ezt már többször mondtam, hogy a fiatalság vagy a frissesség, nem fiatalságnak hívnám, hanem inkább az aktualitást, az érvényességét egy embernek, az azon múlik, hogy mennyire tudsz részt venni a világban. Hát és abszolút. Minden, ami fontos és jelentős, és kultúra, művészet, ott mindig ott hát vagy. Igen, de hát ez gazdagít, és ez, ettől élsz, hát ez a lüktetése nélkül nem tudnék létezni. Igen, ez így van. Mit számít, vagy mennyit számít neked a pénz? Mert annyira pénzcentrikus lett a világ, és kinőtte magát egy új gazdag réteg, ami nem biztos, hogy igen, ez egy fontos nézés volt, hogy mire kell neked a pénz? Én azt gondolom, hogy ezt is otthonról tanultam, hogy abból gazdálkodom, és abból csinálom a legjobbat, vagy abból hozom ki, amennyi van éppen. Tehát, hogy nem attól vagyok boldog, hogy tudom, hogy nem tudom, mennyi pénzem lehetne a bankba, vagy otthon a párna alatt, ki tudja, ki hol tartja a pénzt, meg ami, hanem egyszerűen talán a mindennapok nyugodtsága, hogy azért tudok vásárolni, ha szeretnék egy új cipőt, akkor, mert kitapostam az előzőt. De az az igazság, hogy nagyon érdekes, hogy minél érettebb vagy, annál kevésbé érzed a vonzalmat a tárgyakhoz. Tehát, hogy milyen egészséges elosztása ez, hogy meg tud jól élni a kor múlását, mert hogy már nem ezek a fontos, nem ezek a prioritások, hogy legyen egy új cipőd. Habár én még mindig, tehát én nagyon érdekes, hogy néha arra gondolok, hogy azért azt ne öljem ki magamból, hogy ne örüljek egy új cipőnek. Mert az is ugyanoda tartozik az élet színeihez, és attól, hogy perspektívát érzel. Tehát igen. Én azt gondolom, hogy de voltál te szegény?
Voltunk, igen, voltunk. Gyerekkorodban? Igen, amikor tényleg meg kellett forgatni minden pénzt, és az anyu mindent maga csinált. Nekem, tehát ő vart ruhákat, alkalmi boltokból vettünk szöveteket, amiből ő vart nekem. Ez a mai turkáló megfelelője az alkalmi. Hát körülbelül, én emlékszem, igen. Az alkalmi áruházra. Alkalmi áruházra, igen, igen, azok ugye, igen. De, tehát én a mai napig modest, illetve hát miért, tehát ilyen visszafogottabb vagyok. Akkor is, hogyha hála Istennek ez az életmód, vagy ez a lehetőségem, hogy ezt tehettem, amit, és bejártam a világot, és tudtam venni házat, és tudtam venni autót, mert megdolgoztam érte. Én ezt nem úgy élem meg, hogy ez. Tehát azok az emberek, akik javakat meg tudnak szerezni maguknak a saját munkájukból, és még tovább megyek, igazán a tehetségükből, de és ez nem csak rám vonatkozik, tehát én nem magamról beszélek általában, azok nagyon egészségesen élik meg az úgynevezett gazdagságot, illetve maradjunk a jólétnél. Tehát én úgy érzem, hogy én meg tudtam teremteni hosszú éveken át magunknak, és nem csak én, hanem azok az életközösségek, amikben végigéltem az életemet, a mai napig, hogy egy jólétet tudtunk magunknak kialakítani. És nagyon nem tetszik nekem az, amikor a pénz kérkedik, amikor a pénz nagyon látszik, amikor csak külsőségektől várják el az elismerést, az, hogy na mindegy, hát szóval... Igen, és efele megy, sajnos. A világ, és meg a hirdetések, meg a... Nem, én azt gondolom, és nagyon sok gazdag ember nem tud mit kezdeni. Tehát hiányoznak a gyökerek, hiányzik a kultúra, hiányzik az emberi magatartás, ami a pénz és az ember között van. Tehát, hogy nem az a legfontosabb. Jó, ha jó létet tudsz magad köré teremteni. De én például nagyon sokat jótékonykodok. Nem tudom, hogy nagyon sok állatmenhely, madár kórház, gólya kórház, minden. Légimentők, nagyon sok. Tehát amikor én a csekkeket befizetem, akkor nagyon-nagyon sokat, mert azt gondolom, hogy ha tehetem, akkor jól esik. Igen, erre mondják, hogy a jótékonykodás nem arról szól, akinek adod, hanem tulajdonképpen a te lelkedről szól. Igen, hát az én lelkemről is, hogy igen, tehát... Hogy és azt segíteni. Igen, és azt gondolom, hogy olyan dolgoknak segítek, vagy olyan dolgokhoz járulok hozzá, amiről tudom, hogy sajnos nincs állami támogatottság. Tehát nincs más, csak az, amit mi emberek hozzáadunk. És ez olyan kevés. Viszont ha sokan adunk, akkor már tudnak egy állatmenhelyet fenntartani, és tudnak örökbefogadókat találni. De nagy állatbarát vagy? Imádom. Vannak állataitok? Mindig is volt. Mi van most, kutya? Kutya, de mind. Az a pici, amit föltettél? Nem. Akkor az lehet, hogy az ilyen menhelyes. Nem, én felrakom, igen, folyamatosan megosztom a menhelyet. Igen, azt láttam. Igen. Nem, nekem egy Rottweiler kutyám van, egy 10 éves. Kemény. Egy 10 éves Leila kutyám. Én nem tudom elképzelni kutya nélkül az életemet. És bent van a lakásban, ahogy a házban, fölmehet a kanapéra. Nem, kanapéra oda nem. De neki vele. Nem fontos. Ha nem szokja meg, akkor nem. Nagyon érdekes, hogy a Gábornak van egy menhelyi kutyája. Ő 2 évesen fogadta örökbe a Lilikét, és egyszer feküdt a kanapéján, és küldött nekem egy fotót, hogy mama, nem bírtam elviselni, hogy ő lent van a lábamnál. De jó. Úgyhogy felengedtem. Mondom, kár volt, mert ő ott is nagyon jól érzi magát, és hogy van egy ágya, és van egy saját vacka, és mind. Úgyhogy, de meg tudta tanítani most, hogy egy új lakásba került, hogy nem jön fel a kanapéra. Tehát, mindig a Gáborról mesélsz, holott neked van 4 darab örökbefogadott, felnevelt gyereked. Hát az örökbefogadott az csak 2. Igen. Mert a másik 2 van édesanyjuk, és hála Istennek. De a férjed nevelte. A férjem nevelte, igen. Férjhez mentél, Ferenczi Tiborhoz? Nem.
Akkor nem a férjem. Nem, de a férjem, ő úgy mutat be, hogy úgy mutat be, hogy a feleségem? Persze. Annak a papírnak nincs jelentősége. Ez egy jól sikerült kapcsolat, gondolom, ha ennyi ideje tart. Azt jól olvastam, hogy valamiféle internetes társkeresőn bukkantatok egymásra? Nem. Nem? Ez valahol... Nem? Nem. Társaságban? Vagy nem. Hol? A Sütő Enikő vitt el egy vacsorára, amikor az ő férje éppen beteg volt, és mondta, hogy annyira szeretne elmenni, mert a Heller Ágnesnek a könyvbemutatója van, és hogy ez egy vacsora, és hogy menjek el vele. Na és ott annál az asztalnál találkoztunk. És mi az, ami vonzott benne téged? Iszonyúan olyan komfortosan érez. Tehát azt az azonosulást, ami, ahogy ő látta a világot, vagy ahogy, amiről ő beszélt, az egyrészt újság is volt számomra, de ugyanakkor nem idegen. Tehát nem tudom, rendkívül vonzott. Tehát az egész személyisége egy ilyen kicsit ilyen timid, ilyen kicsit szerényebb kisfiús férfi, akiben hihetetlen tudás és empátia van. Egyébként annyira szerény most, hogy együtt voltunk egy rendezvényen, ő ott állt a bejáratnál. Ha nem ismerném, akkor azt hinném, hogy egy ilyen, nem tudom én, egy recepciós vagy egy hostess fiú, aki várja a vendéget. Néha, mert ott álltunk, megálltunk ott. Te egy picit aztán már beljebb beszél, de igen, ott maradt. Igen, tényleg abszolút egy szerény. Nagyon. Pedig lenne, mire nem szerénynek lenni. Abszolút, egy nagyon nagy tudású, rendkívül, nem csak nagy tudású, hanem okos, és én nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sokat kaptam mellette. Ezt olyan sokszor tudják így mondani, de mi az a sok tudást kaptál tőle? Világnézetet, szemléletet, életfelfogás, vagy mi a sok? Megerősített mindabban, ahogy amit én otthonról kaptam. Tehát, hogy igen, valahogy megerősítetti azt bennem, hogy ahogy én látom, ahogy én gondolom, de hát nyilván voltak revelációk, új dolgok, ahogy ő bizonyos dolgokat lát, és annyira egyértelműen meggyőző, hogy semmi, teljesen azonosultam ezzel, ahogy mi közösen látjuk a világot. Hány éve vagytok együtt? 19. 4 gyereket kaptál általa, ez sem riasztott, hogy itt van egy fantasztikus férfi, de azért csak 4 gyereket kapok vele együtt. Hát nem. Gábort megkérdezted, hogy mit szól hozzá? A Gábor nagyon örült. Örült neki? Igen, mert ő megismerte a Tibort egy pár héttel előtte, és azt mondja, mama, látod, én egy ilyen férfit tudok melletted elképzelni. Ez jó lenne. De ez milyen helyes dolog. Nagyon helyes. Ritkán mondják, hogy 15 éves volt, igen. Főleg egy fiú az anyjának, igen, aki úgy kettesben maradt. Inkább hát a féltékenység, igen, mint ez a nagy vonalúság. Nem, a Gábor pontosan tudta, és talán nem félreérthető, hogy ő pontosan tudja, hogy ő megér minden felett. Tehát ez egyértelmű. Sosem gondoltam, hogy tudok úgy szeretni gyerekeket, akiket nem én szültem. Tehát az élet erre is megtanított. Ezt is a férjem. És lehet szeretni? Lehet, nagyon. Könnyekig meghatóan. Igen. Amikor visszaköszön, amikor a 24 éves fiam, az Ármin, aki most Londonban diplomázott, már masteri után van, és ott kapott állást, hív, és visszaköszönnek azok az érzelmi attitűdök, amiket azáltal kapott, ami esetleg tőlem is eredhetett, nem csak a genetika, akkor az egy jó érzés. Tehát én nem akarok magamnak vindikálni semmit abból, ami ő lett, de biztos, hogy volt közöm ahhoz, hogy az érzelmi intelligenciáját a mindennapokban, a megélt élményeket, azt talán tőlem is kaphatott. Az azért fontos volt, hogy láttad ezt az embert, aki 4 gyereket nevel, hogy a lelke milyen, aki bevállal ilyen sok gyereket, és apaként is nagyon jó tud lenni. Nagyon érdekes. Tehát az apába beleszeretni? Akkor erre konkrétan fogok neked válaszolni egy esetet. Azt hiszem, hogy még nem éltünk együtt, tehát még nem költöztem át, és egyik este mentem át, és akkor a gyerekek voltak 4 és 6 évesek.
és kinyitotta a kaput nekem, mármint hogy csöngetéssel végig tudtam jönni a házba, és mondta, hogy a fürdőszobában vagyok, és akkor bementem a fürdőszobába, ő ott térdelt a gyerekek előtt, akik tele voltak akkor, a dinoszaurusz korszak volt, minden műanyag állatka dinoszaurusz volt, tricoceptos, vagy nem tudom micsoda, tricera, nem tudom, tops, és ott játszott velük, és fürödtek este 8-kor. És mikor lefektettük őket a szobájukba, akkor azt mondta, hogy jó férfiatlan lehettem ott térdelve a gyerekekkel. Nem? Mondom, nem. Mondom, pont ebbe szerettem bele. De milyen szép. Igen. Nem, és mi van a másik három gyerekkel? Hát gyakorlatilag a másik kettő, tehát a második, akit én neveltem fel, ő Amsterdamban most van egyetemen, most fog diplomázni, hát ő is egy tündér, nagyon édes. Úgyhogy igen, jól vagyunk mi nagyon. Most egyébként nemrég voltunk együtt nyaralni, Barcelonában meglátogatni a két nagyobbik fiút, a Tibor két nagyobbik fiát, és hát nagyon jó volt együtt négyesbe. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát, hogy ők annyira olyan gyerekek, akik még jól érzik magukat velünk. És tehát nincs nap, hogy ő ne hívnának fel. Mondjuk az egyik inkább, a másik az mindig viccelődünk. Tehát a Leo hiába van hatalmas szíve és kötődik hozzánk, neki nem fontos a mindennapos érintkezés. Az Ármin másképpen van az idősebb. Ő más érzelmi töltésű. De azért, ha belegondolsz, hogy te elmeséled a te oldaladat, de milyen lehetett ezeknek a gyerekeknek? Tehát megkapták az édesapjuk szerelmét, elvesztették kicsit vagy nagyon az édesanyjukat. Igen. És el kellett fogadni, tehát ebbe a kapcsolatba bármi belefér. A bosszú, a harag, a szeretet, tehát ez egy olyan csomag, amiben minden benne lehet. Ide is mesélek neked egy olyan, egy olyan helyes kis epizódot, illetve hát egy megélt, amit egy megélt eseményt, ami effektív, a Tibor mesélt, és ő a mai napi könnyes szemmel mondja, hogy amikor elment a mamájuk, aki 36 évesen halt meg, nagyon súlyos betegségben, akkor egy olyan másfél év után, vagy talán nem is telt el annyi idő, egyszer ott aludta az Ármin, a nagyobbik, aki ma 24 éves, az apjával, és azt mondta, hogy apu, most akkor te most elmész, és majd keresel egy másik anyukát? És azt kérdezi a Tibor, azt mondja, miért? Szeretnéd? Jó lenne? Azt mondja, hát úgy gondolom, nagyon hihetetlen okos volt már 5 évesen. Olvasott, írt már iskola előtt. És mondta, hogy igen, az jó lenne. És azt mondja, és milyen legyen az anyuka? Milyen legyen? Azt mondja, két dolog fontos, 5 éves. Hogy szeressen minket, és sose halljon meg. Hát itt kell látni Ungár Anikót sírni. De ez tényleg egy csoda történet. Ez tényleg nagyon szép. Ugye jól vagyunk, nem volt. Voltak azért nehézségek, persze, hogy hát volt. Mindenhol vannak. De hát egy gyerekkel is vannak. Nem, én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a... Tudomások kell venni, hogy a kamaszkornak vannak jegyei, vannak megnyilvánulásai. Emlékszem, a Gáborral volt mindig egy vitám, hogy mindig veszekedtünk, hogy rossz volt, ilyen 13, 14, 15 évesen, mondom, Gábor, én nem fogok veled vitatkozni. Ezt elmagyaráztam neki, hogy ez most egy olyan korszak, amikor te a férfivá válásod, meg az életben való elhelyezésedet, hogy te mennyire bírod, és mennyire tudsz uralni egy helyzetet. Ez most nem te vagy, ez el fog múlni, és majd akkor kialakulsz, majd akkor majd vitatkozunk, de most én nem megyek bele ezekbe a játékokba. És képzeld, hogy onnantól kezdve naponta, amikor ilyen zűr volt valami, és én nem reagáltam le, visszatartottam magam,
Azt mondta, hogy mama, ne haragudj a mai napért, de tudod, ez nem én voltam. Ez igen, ez igen. Aranyos. Mindig ilyen bölcs vagy, mint amiatt az elmúlt mondjuk 40 percben számomra kiderült? Hogy én mindig bölcs voltam? Hát meg vagy. Igen, nem tudom. Nem úgy tudom. Tűnik. Én azt gondolom, hogy én nagyon korán érett voltam, de talán ez, ugyanezt látom a Gábornál. Tehát azokat a megélt élményeket, amikbe én beleszülettem, azokat a megpróbálásokat, hogy éltünk 5 évet Izraelbe, hazajöttünk, újra kezdtünk életet. Az én színpadi készenléti állapotom, a világgal való megismerésem, az utazásaim, az minden. Én azt gondolom, hogy ez mind építi az ember, de én mindig azt gondolom, hogy én a koromnál fogva sokkal érettebben láttam, és éltem meg a világot. Arra azért kíváncsi lennék, amikor tulajdonképpen világsztárnak lehet mondani a bűvész szakmában. Abszolút, abszolút az voltál, hogy akkor is ilyen szerény voltál? Vagy akkor a nagyasszony Ungár Anikó? Nem, én a színpadon voltam, ott aztán, igen, mert amikor ott kiteszel egy dolgot, annak meg kell jelennie, tehát, hogy ott akkor, igen, tehát valamilyen, de ez ösztönös. Tehát, hogy... De akkor hazamentél utána, és akkor a kis konyhádban megfőzted az ebédet és pont. Abszolút. Tehát én azt gondolom, amikor az ember, van egy nagyon érdekes mondat, én azt gondolom, hogy amikor az ember a sorsát éli, tehát azt éli, amire predesztinált, abból tud megélni, abból vannak a sikerei, tehát a visszajelzések és a jól megélt élmények abból, amit ő csinál, amiben ő jó, azt ő könnyedén csinálja. Az természetes, az az ő lételeme. Tehát nem egy megerőszakolt helyzet. És most mit mond a sorsod? Merre kell tartanod? Azt nem mondtam, ez lett volna még a jó hír a jelmezés, a díszlettervezésen túl, hogy kollégák lettünk, mert a Bézs Rádióban műsort vezetsz, és nagyon tetszik, nagyon jól csinálod. És hallgattam. El is küldtem neked, mert nagyon kíváncsi voltam. Meg is voltam. Hallgattam, igen. Nekem nagyon fontos a meg is hallgattam. Kritikád. Tehát mit mond a sorsod, hogy merre mit kell mond a sorsom? Indulnod? Egyre inkább azt gondolom, mert a téma, amit én megtaláltam, és ebben a férjem segített, hogy olyan emberekkel beszélgetek, akik nem Magyarországon születtek, és itt élnek, és az életüket itt teljesedik ki az életük, ehhez a kultúrához, ehhez a társadalomhoz járulnak hozzá, tehát színesítik a kultúránkat, a világunkat. És talán egyre inkább aktuálisabb ez a téma. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb tragédia az, hogy maga az ember önmaga ellensége. Tehát, hogy nem tudjuk elfogadni a más kultúrát, a más civilizációt. Milyen jogon is? Mert nem ismerünk semmit, nem ismerünk. Mert fogalmunk nincs. Ez a kis ország. Igen, és az a borzasztó, hogy nem is vesszük észre, hogy ettől fejlődik egy társadalom, hogy minél több kultúrára van rálátásunk, minél többet ismerünk a világból. Különösen ma, amikor az internet, a média, valamikor nem tudhattuk, hogy mi van a Föld másik oldalán. Ma már mindenről tudunk, látjuk is. Gondold el, hogy Magyarország 80%-a vidék. Annak is egy jó nagy százaléka kicsi falvakból áll. Vannak emberek, akik az életben nem lépték át a falujuknak a határát. A televízió és a rádió az egyetlen, ami a világ felé nyit neki. Semmilyen nyelvet nem beszélnek. Miért gondolnánk, hogy bármit elfogadnak? Ez a tragédia, hogy amikor egy irányított média van, amikor egyfajta narratíva van, és nem engedsz be mást, és gyakorlatilag erről, amiről beszéltem a legelején, hogy amikor nem valóságot mutatnak az embereknek, az egy nagyon veszélyes dolog, és az vissza fog ütni, mint ahogy visszaüt. És azt gondolom, hogy csirájában kell egy más, teljesen más gondolkodás formában tanítani. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeknek az óvodába meg kell mutatni a földgömböt, és megmutatni a sok kontinenst, és megmutatni, hogy milyen sokfajta gyönyörű ember él ezen a földön,
olyanok, mint mi, de az éghajlat miatt, a valamilyen tradíció miatt más ruhákban járnak, és hogy ezt meg kell ismernünk, és hogy fogadjuk el, mint hogy ők is elfogadnának minket. A vallás is ketté oszt, szétszór, rettenetes. Nagyon komoly felelőssége van a mindenkori vallásoknak, a szélsőséges vallásoknak. Tehát azt gondolom, hogy a butaság, a dezinformáltság és tehát a nem tudás, az ellenünk dolgozik. És én azt gondolom, hogy tényleg egészen az elején kell kezdeni. Mint ahogy úgy érzem, hogy az a szerencsétlen nép, hogy visszavezessem az elejére, ahol elkezdtük a beszélgetést, hogy ezek a szegény palesztin családok, hogy micsoda felelőtlen és borzalmas, ördögi az, hogy ez a Hamas, ez rá erőszakolja az embereire a boldogtalanságot, az örökké nyugtalanságot, hogy ez nem az ő föld, hogy ők az ő földjüket elvették. Tehát, hogy beléjük van injektálva, és hogy ők egyszerűen zsigerileg ebbe élik le az életüket, az egy kicsi vacak életüket. Igen. Tehát, hogy a saját embereiket, egyébként nagyon érdekes, hogy a Golda Meir valamikori miniszterelnöke Izraelnek a 60-as években, vagy a 70-es években, a 60-as években Gurion volt, igen. Azt mondta, hogy akkor lesz vége a palesztin-izraeli gyűlöletnek, hogyha a palesztin anyák jobban fogják szeretni a gyermekeiket, mint amennyire gyűlölik a mieinket. Ez így van. És igen. És még valamit mondott, hogy nem tudok azzal semmilyen megállapodást kötni, ha ő csak azzal a szándékkal van, hogy engem megöljön. Köszönöm szépen Ungár Anikónak. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat. Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.